nem látom ezt megtakaríthatónak azért, mert különben félreérthető lehetnek, vagy lesznek a következtetések. Azt hiszem, hogy 25 évvel a rendszerváltás után kimenjünk jelenteni, hogy az első évtized a rendszerváltásnak szerintem minden problémájával együtt egy sikeres évtized. Tehát az 1988 és 1997 közötti időszak a magyar történelemben szerintem egy sikeres periódus. Miért is? Először is azért, mert békés átmenet volt. Szemben a 20. századi magyar rendszerváltásokkal ez egy békés átmenet volt. Másodszor azért, mert két folyamat összekapcsolódott egymással, a mainstream folyamatokhoz való, és egyáltalán a mainstream világhoz való felzárkózásnak a folyamata, azoknak az intézményi modelleknek az átvétele, amelyek az angol modell, nem angol modell, minden esetre a liberális kapitalizmus modellét jelentették. Egyszerűen abban a helyzetben elkerülhetetlen volt, és elkerülhetetlen volt, hogy a rendszerváltás ne úgy jelenjen meg, és ezt tartom nagyon fontosnak, mint az korábban már másfél évtizede húzódó válságnak a kezelése. Ez egy nagyon-nagyon fontos pont. Miért gondolom azt, hogy 1997-tel ez itt egy határidő van? Azért gondolom, mert 1997-re és ez egyúttal a sikertörténetnek is az igazolása lesz. Három dolog mindenképpen befejeződött Magyarországon. Lezáródott a rendszerváltás, megtörtént a válságkezelés, ez a második, az híres neves Bokros csomag plusz a privatizáció, és harmadsorban megteremtődtek az integráció feltételei. Tehát az, ami 88-89-ben formális lehetőség volt, az a 90-es évek végére valóságos lehetőség lehet, hogy Magyarország belül kerüljön az Európai Unióba, ha tetszik, átlépje a centrum és periféria közötti határvonalat úgy, ahogy ez lehetséges. Erre majd még visszatérhetnék. Ezzel a folyamattal együtt a három dolog is teljesült még. Magyarország piacgazdaság lett, ez szégyenlősen mondjuk lett egy piaci kapitalizmus, független lett, és lényegében a szuverenitását is meg tudta erősíteni. Ugyanakkor ez a folyamat egy súlyos társadalmi árra kötődik össze, hát ideig hangsúlyoztam az eredményeket. Ezt pedig sokan sokféleképpen leírták már, én azt mondanám, hogy szétesett a régi közepe a társadalomnak, ez még hagyján, mert ez talán elkerülhetetlen volt, de nem teremtődött helyett egy új meghatározó közép. Ezt azóta is viseli ez a magyar társadalom, ezt különbözőképpen szokták megfogalmazni, én ezzel nem szeretnék tovább foglalkozni. A második ár az a kettősződése a magyar gazdaságnak és a magyar társadalomnak. Vagyis egy olyan kettős struktúra jött létre, ami azóta is jellemzi a magyar társadalmi életet, és egyúttal, mint egy tovább örökíti azt a hagyományt, amit Erdélyhez is kapcsolhatunk, de már régebbhez is úgy tűnik, hogy új társadalmi alapja lett egy régebben érvényesülő történelmi folyamat, aminek meghatározott következményében. Ugyanakkor ez a periódus szerintem nem érthető meg, és itt a modern váltás vitához szeretnék kapcsolódni, mint már az előző zajot, anélkül, hogy tudomásul ne vennénk, hogy Magyarország 1989 és 91 között nem a jóléti kapitalizmus felé indult el, csatlakozhatott, hanem egy másik helyzet állt már elő. Akkor már a washingtoni konszenzus világa volt szemben a szociáldemokrácia stockholmi nyilatkozatával. Egész más feltételeket diktált Magyarország számára a helyzet, hiszen a Magyarország az unikális helyzetéből, amit a Kelet-Európa legnyugatibb része pozíciójából a tömeges kelet-európai rendszer összeomlásokkal és rendszerválság egy másik helyzetbe került, elveszítette ezt a különleges státuszt, maradtak még komparatív előnyei, de még erre visszatérünk. Még egy megjegyzés van ehhez a 88 és 97 közötti
időszakhoz, meg pedig az, hogy a válságkezelés, ami Magyarországon 1995 és 97 között zajlott le alapvetően, egy súlyos nagy hiányosságtól szenvedett, még pedig a baloldali jellegű válságkezeléstől. Erre egyáltalán van vita, mint tudjuk, Bajnai Gordon is azt mondta néhány évvel ezelőtt, hogy nincs baloldali, meg jobboldali válságkezelés. Én szerintem ez egy alapvető félreértés. Ha nincs baloldali válságkezelés, akkor nagyon nagy baj van. Ha baloldal nem tudja kijelölni azokat a stratégiai célokat, és nem tud azokban az értékekben megkapaszkodni, amelyek az ő identitását jelentik, és úgy kezeli a válságot, akkor abból az lesz, ami lett. Vagyis a kettős körnek a teljes bezáródása, és annak az eredménye pedig az lett, hogy a Fidesz ennek a második körnek, tehát a magyar gazdaságnak, a magyar kultúrának nem az integrált, nem a világgazdaság felé, nem a globalizáció felé kötődni tudó részének, az érdekeinek a képviselőjévé fölvált a Fidesz, és ezt a magyar politikai úgynevezett baloldali liberális elit nemhogy nem öbetett kézzel nézte, hanem mint egy kis kényszerítette, és ennek óriási árát fizeti a magyar társadalom mind a mai napig ennek a kettős megosztásnak a létrejöttét, most már a teljesség válását. Az 97 utáni periódusban a rendszerváltás lezárulása után korrekciós kísérletek is történtek. Mindannyian éreztük, akik akkor értünk, de azon a modellen valamit változtatni kell, ami 97-98-ra létrejött, ki más alapon. Van, aki azért, mert a kettős költ nem tud elfogadni, van, aki ezzel összefüggésben a társadalmi igazságtalanságot, vagy ha tetszik az egyenlőtlenséget, nem tud elfogadni. De az a lényeg, hogy valami fajta korrekciós kísérletek történtek. Az első korrekciós kísérlet a Fidesz első kormányzása volt, amely, én úgy különítenék el a többi fajta válságkezelő vagy korrekciós változattól, hogy még belül maradt a rendszeren. Minden szómágia ellenére belül maradt azon a rendszeren, ami Magyarországon a 90-es években létrejött. A második korrekciós kísérlet ez a szocialista liberális kormányzatnak a jóléti korrekciós kísérlete, és a harmadik ugyancsak a szocialista liberális kormánynak a reform, államháztartási reform és egészségügyi reform kísérlet, amelyek mind megbuktak, és ugye ezért újabb árakat kellett fizetni, és jött egy újabb korrekciós kísérlet, ami azonban már nem reformokban gondolkodott, hanem a rendszernek a megváltoztatásában, ugye ezt éljük meg 2010-től kezdődően. Őszintén szóval én nem gondoltam volna, hogy a dolog idáig elmegy, ezt tessék önkritikának is tekinteni. Ahhoz, annak érdekében, hogy ezt a korrekciós kísérletet jellemezzük is itt a vitát gerjesztük, én ezt igenis elnevezném hagyományos marxista terminusokkal, ami 2010 után történik az országban. Ez pedig egy új uralkodó osztálynak a kiépítési kísérlete, egy nemzetépítési programba összekapcsolva valójában annak a bevallása, hogy a felzárkózási kísérletek eredménytelenek és hosszabb távon sincs kilátás. A felzárkózása főleg nem azon a liberális úton, ahol az ország addig járt, és ennek van egy társadalmi üzenete, ezt talán másképpen fogalmazom, mint a kollégáim szokták. A középső részét a társadalomnak újra függő helyzetbe hozni, az alsót kiszorítani. Nagyon fontosnak tartom a magam részéről, tehát a különböző középrétegi csoportokat ők is helyzetébe kényszeríteni, hogy ezáltal az önálló politikai fellépésről nem tudnak. A második része a szövegemnek az a hol tartunk, vagy a 25 év eredményei, vagy inkább fejleményei című tétel van. Hangsúlyoznám itt a 25 évet, és nem pedig az elmúlt 5 évről szeretnék beszélni. Tehát amit itt most hallgatni fognak, az nem egy vádira lesz a jelenlegi rendszer ellen, hanem a 25 év egységes értelmezése, mert szerintem akkor járunk el helyesen, ha együtt értelmezzük, és nem pedig leszűkítjük a válságot a Fidesz uralmára.
Tehát mi történt ezzel az országgal az elmúlt 25 évben? Ha kívülről nézném, akkor azt is mondhatnám, hogy a félperifériára, a félperiféria tetejéről lekerült a centrum aljára. Ezt tekintetik egy pozitív folyamatnak, mert még mindig könnyebb együtt sírni és nevetni a centrummal, mint a perifériával, a félperifériával. Második tétel, az annak van aktualitása, mert korábban nem így volt, de ezt mégsem tudom kiadni az ország külső helyzetének a jellemzésére, hogy már megint azok a szövetségeseink, akik az ellenségeink. Nem tudom, elég világosan. Kádár János is ettől szenvedett, a 80-as években már elég teljesen. A harmadik tény az, hogy a komparatív előnyeink, amelyek a 80-as évek végén és a 90-es években megvoltak, szépen elfogtak. Ezt Pitti Zoltán tudná a legjobban ábrázolni ábrázoltra is. A negyedik, arról már beszéltem a megnyitomban, hogy Magyarország egy pesszimista, ha tetszik, jövőkép nélküli ország lett. Nem teljesül tudni, mik a rendszerváltó erők közös ígérete a szociális piacgazdaság. Ebben mindenki ugyas. Mindenki ezt ígérte, minden számon tevő politikai erő, a liberálisok és a konzervatívok és a szocialisták is 1990 táján, 89-ben, de ez nem teljesül. Magyarországon ma jelenleg olyanok az egyenlőtlenségi viszonyok és olyanok a társadalmi igazságtalanságok, hogy ebben az szakaszban, bár erről a következő szakaszban még fogunk beszélni, a rendszerek nem tudtak legitimát kívánni. Miután hiányzik a középosztály, az erős középosztály, hiányzik az erős polgárság, ezek után hiányzik természetesen a civil társadalom is, ami ez egy örökké fölhánytogató problémája a társadalomban, de én mégis hagyd tegyek hozzá egy másik összefüggést, ami a rendszerváltásnak a másik teljesítmény ígérete. Nem jött létre az, amit a korábbi értelemben klasszikus politikai társadalomnak nevezünk. Magyarországnak ma nincs politikai társadalma, politikai osztálya van. Vagyis nincs meg az a civil energia a politikai életben, nincs meg az az érdekképviselet, érdekvédelmi típusú tevékenység, ami a politikai társadalmat kialakítaná. Nincs ott az értelmiség, ha magyar politikában részt vesz a közéletben, de a politikában az értelmiséget szakértők helyettesítik. A pártoknak nincs pártértelmiségük, mint amilyennek én magamat gondolnám például, ez a típus kihaló állatfajjá vált, a Gramsci fajta értelemben én is közeledek ezen az úton, ezt nem ez is kérdezem a személyes megjegyzésért. Tehát szakértők helyettesítik. Ma megkérdezik a szocialista párt elnökét, aki véletlenül itt a szemlátó körünkben ül, hogy kivel dolgozik velem, vagy a szakértőkkel, akkor egyértelmű válasz a szakértő. Jó teszi bizonyos értelemben, és ezt tette az elmúlt 20 évben nagyjából mindenki, de nem az elnökök és az elnökségek mellől hiányzik a pártértelmiség, hanem a pártból, illetőleg a politika és a társadalom, ha tetszik, a nép közötti kapcsolatból hiányzik az elnökségnek a szerepvállalása, amiért iszonyatos árat fizet, cserébe azért, hogy a saját szabadságot és az autonómiát valamennyire meg tudja védeni, lemond erről a szerepről. És hiányzik természetesen a civil energia kapcsán a tagság is a politikai mozgalmak mögül. Hiányzik az az elkötelezett a közösségeket vállalóval azért tenni igyekvő minimális tömegmennyiség, ami a felszín fölött tudná tartani ezeket a politikai mozgásokat. És a legkeményebb talán az, amit erről gondolok, Magyarországnak ma nincs a klasszikus értelmet politikai elitje. Tehát amit az előbb mondtam, a politikai osztály az van talán. De a politikai elit, aki tudnék képes lenne méltán mutatni egy ország számára, képes lenne irányokat megjelölni, képes lenne keresztül harcolni az országon a saját akaratát, a szó jó értelmezett akaratát, a közakaratot, ilyen elit nincs. Az elit a mindenkori politikai kényszerek és társadalmi szerepjátékok fogságában próbál levickélni az ország tetején, ahelyett, hogy irányítanám ezt.
Természetesen ez az állítás elég nagy óvatos korrekciókkal igaz a jelenlegi kormányzatra, amely nagyon határozottan próbálja az irányítás látszatát kelteni, de szerintem az alaphelyzet valójában nem változik. Ugyanakkor ez az ország, és ez is a 25 év terméke, nem a jövőjéről vitatkozik, hanem a múltjáról. Alapvetően miért? Mert a különböző politikai osztály különböző elitcsoportjai így tudják egymás legitimitását folyamatosan megkérdőjelezni, hogy a múltat tartják, és a múlt sebeit tartják folyamatosan különböző jogos és kevésbé jogos meggondolások alapján a politikai eszmei küzdelmek középpontjában. Vagyis 25 év után sincs egyensúly ebben a társadalomban, nincs konszolidáció, aminek megvannak a maga meghatározott következei. A legdöntőbb következménye tudjuk éppen az, hogy Magyarországon éppen ezért a választások soha nem a jövőről szólnak, hanem mindig a biztonságról. Azt állítom, hogy Magyarországon 1990 óta mindig az a párt nyerte meg a választásokat, akiről a társam nagyobbik része el tudta hinni, hogy azt valamennyire tudja szabadítani a biztonságát, a rossz attól való megvédését a társadalomnak talán elhiszi. Ennek a legdöntőbb magyarázata, igazság ez a 2014-es választás, amit beteljesítettek, meg akarjuk érteni a baloldali liberális oldalon állandó értelmezési zavar van ebben a tekintetben, hogy vért szavaz a nép a saját érdekei ellen, nem a saját érdekei ellen szavazott, hanem a saját érdekében azokat tartott a hatalma, akikről úgy gondolja, hogy meg tudják védeni őt a nép rosszaktól. Ez az állításom. És hát ennek persze a nemzetre is hatása van, és itt muszáj vagyok kapcsolódni a első vita szakaszhoz, amennyiben ezt a problémát nem tudom megkerülni. Mit is kezdjünk a nemzettel a címmel. Szeretném mondani, hogy a nemzeti kérdést én két részre tudnám osztani. Van egy alapvető pozitívum a rendszerváltás óta a nemzeti kérdésben, hogy tudnék igenis létrejött annak az esélye, hogy ez egy egységes kultúrú nemzetként tudja mondani Magyarország, és ezt igenis a rendszerváltásnak köszönheti a magyar nép, és én azt egyáltalán nem tartanám lebecsülendő ténynek és súlyosnak hibának tartottam, amikor a úgynevezett baloldali liberális oldal ebben a kérdésben elég nagy passzivitást tanúsított. Amikor a Szigeti Laci azt mondta, hogy nem szeret nemzetről beszélni, hanem inkább szeret társadalomról beszélni, akkor azt mondom, hogy persze, baloldaliként ez számomra mindenképpen vonzó alternatíva, de nem megérteni, hogy az a 2 millió ember, aki ma a Fideszre szavazott alulról, nem felülről, mert azokat értünk, alulról úgy látták, hogy az egyetlen esélyük az, hogy életben maradhassanak, és egyáltalán az egzisztenciájuk minimuma meglegyen, hogy a magukat a nemzet tagját. És emellett a tény mellett a baloldallal és a liberális oldal, de nem szeretnék, én most itt a baloldal nevében szeretnék beszélni, önmagam által felhatalmazottan. Ezt nem veszik tudomásra, akkor súlyos problémát fog magának a továbbiakban is okozni. A két negatívum az, hogy ez az ország nem csak társadalmi gazdasági értelemben kettősen megosztott, hanem tényleg kulturális, ideológiai és mindenfajta értelemben. Felül is, lefelé is megosztott, és horizontálisan is megosztott. De amit hozzá szeretek tenni, hogy ma Magyarországon kultúrnemzet sincs, hiszen a magyar társadalomnak a 40%-a kulturálisan elnyomott módon képtelen a magá érdekeit artikulálni. Meg van fosztva attól a műveltségtől, meg van fosztva attól a kompetenciától, ami ezt lehetővé tenni számára. Addig pedig ne beszéljünk kulturális nemzetről, ameddig ilyen kulturális elnyomásban ír a magyar társadalom jelentős része, és ezt hangsúlyoznám, hogy nem az elmúlt 4 évnek a terméke. Ebből következik, tehát az, hogy én igenis válságosnak tartom a 25 évet, így együtt. De nem a Fideszre vezetném vissza ezt a válságot, hogy főleg nem kizárólagosan, hanem a Fidesz a válságnak a terméke. Azzal a helyzettel, amivel szembesülni kell ma, valójában a Fideszen keresztül kell nézni, hogy önmagunkat is lássuk. A Fidesz képes volt arra, amire a baloldal
és a liberális erők nem, hogy tűnik, ha válságot a maga javára használja ki, sőt, rá is erősítsen éppen ezzel, ebben már mindenképpen elmarasztalnám. A Fidesz ez a gyakorlat 1997 óta egyértelmű, soha semmilyen össznemzeti ügyben nem mutatott semmilyen szolidaritást. Tehát itt nem tudok valakinek a javára mégiscsak dönteni, legalább a gyűlöletet ilyen szinten nem tette a politikának a centrumában. Ugyanakkor a baloldal 2010-re ebben a folyamatban, miután elmondasztotta a korrekciót, fölérte a politikai, gazdasági, gazdasági a legkevésbé, de az egy másik ügy, tehát a politikai és társadalmi tökéjét, ennek biztos, hogy közös témában. Ugyanakkor ma is fönnáll a úgynevezett baloldali liberális oldal és a jobboldal konzervatívok között egy közös nevező. Továbbra is úgy gondolják, és ebben nem szeretnék részt venni, hogy a másik a hibás. Az egyik oldalon van a lavanc, ti lavancok vagytok, a másik oldalon az van, hogy ti mafiózok vagytok. Ha nem elég konkrét az utásom, akkor meg is. Nem értek egyet azzal, hogy miközben nem gondolom, hogy nincsenek mafiózók nagy számban, hogy úgy értelmezzük a mai helyzetet, hogy az egyik oldalon a lavanc, egy lavanc hadsereg harcol egy mafia. Azt gondolom, hogy ebből ki kell jönni, ebből a dologból, csak úgy lehetséges, amennyiben önreflexió és önkritika van. Amennyiben nem tanítjuk meg a magyar társadalmat arra, hogy azon azt figyelje, hogy ki tud egyáltalán szabálni egy önkritikus mondatot, és aki ezt nem teszi meg, az a ne álljon szóba, addig a helyzet republikában fog. A magyar elit azért sem értelmi meg az elit nevet, mert folyamatosan azt a hitet próbálta kelteni a magyar társadalomban, hogy széles mozgási lehetőség áll az ország előtt. Nem egyszer arról van, hogy jól létezik ért vagy sem a mindenkori elit, hanem az a kérdés, hogy azt hitette el, hogy amennyiben ő rásik a választás, akkor sokkal szélesebb úton tud szokván meg a mozgó teret tud betölteni, mozogni és betölteni a magyar demokrácia vagy a magyar társadalom. Ehhez képest pedig az elmúlt 25 év azt mutatta el a világ determinációját nézve, hogy elég szűk mesdjén mozgunk a realitások talaján, és itt ezzel is valamilyen szakítás kellene, de szakítani csak akkor lehetne a skandináv modell irányába, de erre meg még visszatérek, ami minimális egyetértés lenne, hogy ez legalább jó. Ha előveszed Fogács Zoli a valóság egy legutolsó számát, egy Somogyi Ferenc nevű szerzőnek a cikkét, ott meglátod, hogy ma a konzervatívok hogyan gondolkodnak. Az egészet ki akarják dobni. Szörvöstől, bőröstől, skandinávostól, amerikaiastól, és nem tudom mi. Igenis fejlesztik ki magukban azt az ideológiát, ami ennek a önmagára zárt nemzeti kapitalizmus vagy a ideológiai alapokat lehetősége. Következő pont a perspektívák. Hát, hogyha ezt a képet vázoltam itt föl, akkor milyen perspektívái vannak Magyarországnak a következőre? Én négy forgatókönyvet látok. Az első az, hogy prolongálódik ez a helyzet. Amiből az következik, hogy Magyarország egy folyamatos lecsúszásban és egy elmagányosodás folyamatában fog létezni, ugyanebben a szerkezetben. Ebben a szerkezetben tudni csak akkor lehetséges javulás, és itt az előző szekcióval teljesen egyetértve, amennyiben ezt valaki kívülről hajlandó megfinanszírozni. Lehet legyen ez Oroszország, vagy lehet legyen ez az Európai Unió, vagy akárki. Tehát én azt állítom, hogy ebben a jelenleg uralmi rendszerben, ami Magyarországon van, amennyiben ez így marad, javulás csak akkor következhet be a külső, éppen a nagy nemzeti önérzettel szemben, a külső finanszírozás fog bekövetkezni, amire jelenleg hát nem igazán látunk esélyt. A második körülmény ahhoz a prolongációhoz az, hogy az ellenzék a tevékenységével legitimálja azt, ami fennáll. Ez az első forgatókönyv. A második forgatókönyv, ez a romlás lehetősége.
Vagyis, hogy Magyarország nyilvánvalóan tovább csúszik lefelé a lejtő, most már nem csak relatív számokban, hanem akár abszolút számokban is. Azok a tények, hogy az oktatásra keveset költ, hogy a beruházásai alacsonyak, hogy a gazdasági szektor elősorgat is így tovább, ezt elkerülhetetlenül hozzá magukkal. Az a kérdés, hogy ki fog ebből profitálni. Rájátszik-e a revánsra vágyó baloldal és liberális oldal és az újonnan felnevő sereg erre a helyzetre is megpróbálja ezt ugyanúgy, hogy a Fidesz megpróbálta a válságokat a maga javára teljes egészében gátlásnak kihasználni, akkor van egy radikális alternatívája a Jobbiknak. Amennyiben a baloldal ezt nem teszi a romlás esetén, akkor a Jobbik fog tovább erősödni az országban, és abban az irányban is fog az ország. A harmadik lehetőség a kompromisszum. Megértek-e a magyar társadalomban a nagy történelmi kompromisszum feltételei? Olyan helyzetben vagyunk, hogy belátja a liberális, baloldali, jobboldali, konzervatív és bármilyen elit, hogy ennek a 25 évnek ez a tanulság, ezt abba kell hagyni, valami más úton kellene járni, valami újat kellene kitalálnunk, békét kell kötni, nem egyszerűen tűzszünetet, hanem békét, és új útra kell vezetni közösen az országot, mert ha ezt nem tesszük, akkor ránk borul az egész. Én szerintem, és talán remélem egy meglepőt fogok mondani, ennek az ideológiai feltételei akár talán még meg is vannak. És itt tényleg vissza Gyurgyák Jánosnak azon megjegyzése, hogy vannak egy konzervatív oldalon is progresszívek. Nem sokat látok, de annyit biztos, hogy elismernék, hogy a konzervatív oldalon is, és a liberális oldalon is, és a szocialisztikus gondolkodás oldalán is van annyi tapasztalat és kölcsönhatás, hogy valami fajta egymástól tanulási folyamat végbe menessen. Magam részéről, mint elkötelezett baloldal, én ezt biztos szeretném megcsinálni. Tehát azt hiszem, hogy ideológiai értelemben egyik ideológia se hintetheti ki magát a 20. századdal a hátam mögött győztesként a többiekkel szemben. Azt viszont mindenképpen elvárnám, hogy ne tapossák bele politikai segítséggel az egyes ideológiákat is taszítsák el nemzet történelmről. Tehát a konzervatív progresszívekkel akkor lehet szót érteni, hogy nem engedik a baloldali tradíciót kiszorítani a nemzeti tradícióval. De mindenképpen az önkritikával érdemes szerintem kezdeni. Ugyanakkor ennek a kompromisszumnak a politikai feltételei jelenleg nincsenek meg. Nyilvánvalóan. És nem is nagyon látható, hogy ez hogyan jöhetne a közeljövőben létre, ez egy külön kérdés. Hát akkor mi a negyedik út? Aki emlékszik, Ferge Zsuzsának volt egy ilyen cikke a rendszerváltás idején a negyedik útról. Biztos, hogy maga elmosolyogná magát így negyed századdal később, amikor ezt elolvasnám, de mégiscsak volt egy ilyen kötekvés. Hát én ezt most biztos, hogy nem akarom már így az időm végéhez közeledve megmondani, néhány sarokpontot ki szeretnék jelölni, hogy hogyan lehet egy baloldali alternatívát állítani ezzel a mai rendszerrel szemben. Az első, amit mondhatok, az, hogy semmi olyat ne tegyünk, amivel önként legitimáljuk ezt a jelenlegi uralmi rendszert a Magyarországon. Nem tudom, megismétlen, önként. Tehát nem azt mondta, hogy ne tartsuk be a törvényeket, ha segítetek értelmezni. De ne, és önként semmi olyat ne tegyünk, ami egy ilyen elfogadhatatlan rendszert jelenleg Magyarországon kezében tartja és a fogságában tartja tegyünk. A második, viszont semmi olyat ne tegyünk, amivel azt üzenjük a magyar társadalom nagyobbik részének, hogy vissza akarunk menni oda, ahol 2015 volt. És ezt nem a liberalizmus ellen mondom. Azt gondolom, hogy a baloldalnak egy másik szabadságfogalommal kell foglalkoznia, mint a liberális. Elfogadva a formális szabadságok nélkülözhetetlenségét, a liberális demokrácia hatalom megosztását és így tovább. De nekünk mégiscsak egy szolidáris demokrácia mellett kellene fogsolni. Vagyis jogállam, de nem semleges kormányzás. Ehhez képest
azt gondolnám, hogy az felsorakozás lehetőség az az egyenlőség és az igazságosság értékeihez való ragaszkodásra épülhet föl a következő időszakban. És ezért mindenképpen javasolnám azt, hogy induljon meg egy népi mozgalom, civilek, nem civilek, egy új alkotmány előterjesztésére, egy új választási törvény előterjesztésére, egy olyan alkotmány, ahol a szociális jogok nem kívül, hanem belül vannak, és ahol a szociális érdekképviselet nem kívül van és belül van. Annyit szeretnék megjegyezni, hogy 1994 és 1998 között, sőt 2000-ig folyamatos előfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a kollektív szerződés és a kollektív érdekképviselet bekerüljön a magyar alkotmányba és a törvénybe, és ezt nem tudtuk keresztül verni az akkori liberális és akkori szocialista kormányzaton mindenfajta évre segítséggel. Ameddig ezen a területen nem lesz változás, addig nem lesz civil háttere a politikának, ezt tudnám mondani. És végül is nem utolsó előttinek, amennyiben az aktivitás, én sok mindenről beszéltünk tulajdonokról, meg nem tudom, egyetértek az ondorlánccal és mindenkire. Amennyiben nincs válasza, nincs a baloldalra arra, hogy az aktivitási rátát hogyan lehet nem fideszszerű eszközökkel megnyilvánni Magyarországon, hogy lehet a magyar társadalom perspektívát adni. Tehát nincs, ameddig nincs valódi baloldali gazdaság és társadalompolitika együtt, addig nincs előrelépés. Ez pedig csak is azt jelentheti, hogy a társadalom alsó részéhez kell átcsoportosítani az erőforrásokat, hogy kikerülhessen abból a reménytelen helyzetéből van. Ezt én döntően az oktatásban jelölném meg persze elsősorban, de különben. És végül, hogy még egy kényes pontot mondjak, de ez eléggé összefüggésben lesz azzal, amit idáig mondtam, remélem. Azt gondolom, hogy a következő harcot a jobboldal vagy a jobboldali konzervatívokkal, aztán a nemzeten kívül, hanem a nemzeten belül kell megharcolni. Egy nemzeti kapitalizmust építő, uralkodóosztályt építő nemzetpolitikával szemben egy baloldali nemzetpolitikát kell lerakni az asztalra, amit igenis tömören úgy tűnik fogalmazni, vissza a népet a nemzetbe, ahonnan őt kiszorították. Vagyis fölülházni azzal a műveltséggel, azzal a kompetenciával és azzal a minimális szociális biztonsággal, amivel újra visszakapcsolódik a társadalmi életet. Köszönöm szépen!